Sziasztok srácok, és üdvőre mindenkinek a csatornán, köszi, hogy ma is velem vagytok. Én Pavló Péter vagyok, ez pedig itt a Térerő, ahol mindenféle kütyükről, meg mobilokról, meg egyéb más okosságokról szoktunk beszélgetni. Ezúttal azonban nem ez lesz. Igen, ugyanis arra gondoltam, hogy ha már az év első szombatjánál tartunk, akkor a megszokott téma helyett az év első videójában összefoglalnám azt, hogy milyen volt számomra a 2018-as év, mi mindent hozott itt a csatornán, mi mindenről volt szó, és egyáltalán milyen volt ez az elmúlt 365 nap együtt veletek. És az a helyzet, hogyha röviden kellene összefoglalnom azt, hogy mit is érzek a 2018-as évvel kapcsolatban, akkor azt kellene mondanom, hogy borzasztóan hálás vagyok. Összességében egy rakás szuper dolog történt az elmúlt egy évben, kezdve azzal, hogy gyakorlatilag egy nagyon-nagyon miniatűr csatornából elkezdtünk nagyon szépen növekedni. Igen, ugyanis amíg tavaly januárban nagyjából 100-an voltunk itt a csatornán, december közepére már megérkezett a 800. feliratkozó is, és ennél szebb karácsonyi ajándékot nem is kaphattam volna tőletek. És az a helyzet, hogy én borzasztóan büszke vagyok rátok, és nem csak a 800. feliratkozóra, hanem az elsőre is, és gyakorlatilag minden egyes tagra, aki az indulás óta csatlakozott a csatornához, az látszódik ugyanis, hogy egy nagyon-nagyon jó kis mikroközösség kezd kialakulni. Az elmúlt egy évben egyre több komment és reakció érkezett a videókra, aminek én kifejezetten örülök, hiszen így egyre több és egyre jobb videókat tudok nektek készíteni. Arról nem is beszélve, hogy a kommentek azt is remekül megmutatják, hogy melyek azok a témák, amelyek titeket a legjobban érdekelnek, és az ilyen videók alatt már egy tök jó kis beszélgetés folyam alakult ki. De a 2018-as év más szempontból is tök jó volt, hiszen több mint 3000 kilométert utaztunk együtt, és ott voltatok velem például akkor, amikor Londonban a Facebook látott vendégül, de eljöttetek velem Prágába is, ahol a Honor 8X-et néztük meg. De az elmúlt egy évben kütyükből sem volt hiány, hiszen sikerült például letesztelni a Honor tavasszal bemutatott új csúcsmobilját, a Honor 10-et, megnéztük, hogy mire képes a két új hőkamerás telefonja, megnéztük, hogy milyen új iPhone-ok érkeztek, és azokról mit kell pontosan tudni, ugyanezt tettük a MacBook Air-ekkel, emellett megnéztük a Honor 8X-et, a Honor új fitness karkötőjét, valamint a Huawei csúcsmobiljait, és ez még mindig csak a jéghegy csúcsa. És az a helyzet, hogy 2019-ben sem lesz kevesebb a témánk, hiszen meg fogjuk nézni azt, hogy milyen új technológiákat ígér nekünk az idei év, a nyakunkon van a Las Vegas-i CES és a barcelonai Mobile World Congress, de emellett is van még egy rakás olyan izgalmas téma, amiről mindenképpen érdemes beszélni, sőt, jönnek még a különböző kütyütesztek is. Szóval még egyszer köszönöm nektek a 2018-as évet, és hogy tényleg egy szuper kis közösség kezd itt kialakulni, és most már nincs más hátra, mint előre, gyertek, és menjünk együtt 2019-be is!